Hello, sziasztok! Itt vagyunk újra hétköznapig. Itt vagyunk a Jászai Mori téren, a Sergeant Pepper's Cafe and Bar Budapestben, ami a törzshelyünk már egy ideje, itt csináljuk a kis videóinkat, és most elkezdjük, befordulunk a célegyenesbe, elindul a Pókember Hype Train, még jobban bepörög nálunk is a csatornán, és azt tűztük ki célul magunk elé, hogy újra nézzük az előző Pókember filmeket, itt most az élőszereplős Pókember filmekre gondoljatok, a Tobey Maguire-rel meg az Andrew Garfield-dal, és ezekről a filmekről, ugye színészenként felosztva, kibeszélünk bizonyos aspektusokat, hogyan öregedtek ezek a filmek, mennyire tekinthetőek még relevánsnak, korhűnek, technikailag fejletnek, és úgy unblock, mit mond nekünk így, felnőtt fejjel mit mondanak nekünk ezek a filmek, hogy erről fogunk beszélgetni, és mindenki meg fogja osztani a cringe élményeit is ezekkel a filmekkel kapcsolatban, mert van bőven. Első filmünk a Pókember 1, ami 2002-ben debütált, Tobey Maguire-rel, Kirsten Dunst-tal és Sam Raimi rendezésében, még James Franco is befért a szereplő gárdába, osztásba. Nem tudom, ugye most újra néztem ezt a filmet napokban, és hát nem jó film. Szerintem. Mehetünk tovább. Szerintem elmondtad, amit szeretném. De amúgy jónak jó, csak meg van benne nosztalgia faktor, meg minden, de filmnek, tehát drámai szituáció, nem állja meg a helyét. Ez egy nagyon gyors kritika lesz, és most minden filmet átbeszélünk 30 másodpercen. Ezt úgy beszéljünk mindegyikről, mint hogyha most egy nagyon gyors hétköznapi kritikát adnánk, mi tetszett, vagy csak úgy szabadon? Minden, ami belefér, próbáljunk azért egy minimális valamit. Jó, akkor elkezdhetem, én jegyzeteltem. Na. Jegyzeteltem, gyorsan végigmenjünk, hogy gyorsan, pörgősen, figyelj. Túl gyorsan uralja a képességeit Peter. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el. Ez idegesít például. Igen, egy rövid tréning montázs van benne valóban, és nagyon ad hoc jön rá ugye a kis mozdulatra. Igen, nincs egy webháló lövedék. Igen, az eltérés az alapanyagtól. Belemegy a mutáns gé. Mutáns amúgy. Hát ez a film nincs. Nincs Marvel Cinematic Universe. Ez a film nincs, nincsenek képregényfilmek. Ez a film nincs képregény. Igaz, de ebbe igazad van valami nem. Szinten. Ha X-Men 1-ről beszélnék, akkor azt mondanám, hogy igaza van. Nem, várjál, 98-ban kijött a Blade 1. Így van. Az volt az egyik. Aztán azt hiszem, ahhoz is 2002-ben jött a folytatás. Akkor 2002-ben kijött ez. Azt hiszem, vagy 2000-es az X-Men 1, vagy 90. A körül. Igen, és akkor annak is 2002 vagy 4 a második része. Igen, tehát ez a három film volt az előfutára most a szuperhősön, a reneszánsznak. Nekem az X-Men 1 volt az első, X-Men amit láttam. És nekem az volt a képregényfilm. Viszont ha megnézzük a... Imádtam gyerekként, tényleg persze, zabáltam. Persze, én is, de most így felnőtt fejjel. De egy ciniminit úgy két pofára nem szponzáltartom. És most megint... Emlékszem, megnéztem egy pár éve, 6-7, és akkor így tudod, csak én félszemmel nem annyira csak figyeltem, de most akkor odafigyeltem, mit vagyok már majdnem 30 évesen, és azon néztem, hogy mi van, ez miért szerettem ezt a filmet. Elég jó, és ha megnézzük box office tekintetében is, melyik kamerában nézek? Megnézzük box office tekintetében is, ez a film volt az, ami brutálisan megdobta a képregényfilmeket, nem az X-Men, hanem ez a film, tehát ennek köszönhetjük tényleg azt, hogy a stúdiók úgy döntöttek, hogy akkor csinálok egy Daredevil, csinálok egy Ghost Rider, csinálok, hogy mindenki beleférjen ebbe a képregény őrületbe, és hát én is nagyon sokszor láttam már ezt a filmet, nem tudom, sajnos, tudom, hogy tele van hülyesége, nem tudom sajnos kritizálni annyira, mert a gyerekkorom és a szívem köt hozzá, hát én nagyon igen, szeretem. De, ez megvan szerintem bennünk is. Igen, csak most kicsit beérdálok, mint bárki. Akit látunk a internetes világban, most nem mondok személyesen példákat, de most beléd állok. Gyere. Félsz kimondani azt, ami a szíveden van. Azért, mert gyerekként szereted. Én is nagyon szeretem gyerekként. Igen, nagyon imádom, még most is amúgy, mert megvan az a nosztalgia faktor, de nem jó. Ez nagyon nem jó film. Nem. De azért nem jó, mert túl képregény goofy, mert az. Nem. Egyszerűen a színészek. Nem tudom. Nem, nincs ott az a grafikon, amire föltöm őket emelni, hogy mondjuk ő egyes volt. Nem, ez olyan síkok, bazzeg. Szerintem Willem Dafoe őrületeset. A Willem Dafoe az tényleg jó, ebben az egészben. Veled. Inkább nálam az verte ki most a biztosíték az újranézés kapcsán, hogy a Mary Jane egy nulla, tehát a női karakter az egy nulla, és a Tobey Maguire-be, az által alakított Peter Parkerbe nem látom azt a komolyabb személyiségfejlődést, mint amit a későbbi filmekben, mondjuk az Andrew Garfieldnál, vagy éppen a Tom Hollandnál
megfigyeltünk az előszerep sizőjén egytől. Jó, megcsüppett a pók, meghalt Ben bácsi. Szerintem a Tobi megvárja. A motivációk, tehát oké, meghalt Ben bácsi, de az attól függetlenül még mindig egy kevés motiváció a pókembernek, mert neki folyamatosan ugye bűntudata van a képregényben, folyamatosan felelősnek érzi magát mindenkinek a bajáért, az egész világnak az összes problémáját a vállára veszi, és ezt ebben a filmben én nem élem át, mert ebben a filmben neki a legfőbb konfliktusa az a Zöldmanóval, mert mindenkivel, hogy jaj, most ki akarja éppen aktuálisan megölni a Mary Jane-t. De igaz, ebben a filmben lehet, hogy tényleg nem, de azért, hogyha majd mindjárt beszélünk a második részről, azért ott már indul ez a karakterfejlődés, és igaz, hogy az Andrew Garfield vagy a Tom Holland ezt tudta jobban tökéletesíteni az évek alatt, de a Tobey Maguire egy nagyon jó precedenst rakott elénk, mint pókember, hogy ez ilyen, és egy ilyen kis karakter, egy kicsit ilyen nördi, kicsit gyökér, kicsit izé, de azért megvannak a kis maga gondjai, és ezek elég komoly gondok, és még így is próbál a Friendly Neighborhood pókember lenni. És sajnálom. Tehát, nem az, nem csak ezt mondod, hogy kicsit nördi, kicsit gyökér, full vagyom a kretént, hogy egyik színészt nyomt ennyire fullba a kretént. Nem mondaná, hogy... De ez az arca miatt van, mert nem tudsz, a Tobi megvárja, ránézel és látod, hogy gyökérkeszegény. Nem tudsz nem úgy ránézni, de ez az arca. És úgy, hogy elvileg ilyen 15 akárhány éves gyereket kell játszom, max 18, és 27 éves volt. Így a van. És szerinted, tehát, hogy az úgy mi? És szerinted miért nem castingolja már Hollywood? Mert belagadt egy ilyen skatujába, nem tudják őt már, mert nem idősödött. Nekem jó volt. Az nem idősödött annyira, és ugyanolyan goofy gyökérfeje van szegénynek még mindig, és amúgy is vannak hülye más botránya is, de azok most lényegtelenek. Lényeg az, hogy Tobi Maguire-ra ránézel, és már nem tudod komolyan venni, de ettől függetlenül én szerintem egy nagyon jó, és egy nagyon alapók embert lehozott nekünk. Én nagyon egyetértek azzal, amit te mondasz, de egyszerűen nem tudom felfogni, tudom, hogy abban az időszakban, de nem, még ez sem lenne bencsi, mert abban az időszakban olyan jó filmek jöttek ki, hát régi. Meg ugye Pókembernél lehet, hogy ugye erre nem volt olyan igény, tudod, nem született meg, mert azért mégiscsak a Marvelnek a legerősebb brandjéről beszélünk. Ugye lement a 90-es években az a csodálatos animációs széria, az is még magasabbra emelte a képregény népszerűségét. Nem, ez volt az igény. Mert tudták, hogy lehet, hogyha megcsináljuk ezt a kb. Nulla Heroes Journey-t bejárt szuperhőst, tényleg kb. Nulla, amit bejár ebbe az első részbe, akkor is hozni fogja a pénzt, és ugye Marci is mondta, hozta is. Tehát, figyelj, amúgy a Peternek a fotói... Jó, hát a stúdiófotó persze. Ne, olyan lehetetlen összök. Ja, igen, amúgy. Igen. Karcoló, amire nem tudod kinyitni az ablakát, mert felhő karcoló. De ezt nem tudhatod. De nem, tényleg nagyon rossz. Tényleg rossz, de azért nem tudhatod. Abból. Igen, oda, hogy fotózod? Azért, mert tudod, mit csinál? Oda rakja a kis izéjével, hálóval, meg olyan, hogyha a levegőben, és a felhő karcoló tetejéről van, akkor tudod, mit csinál? Tudom, hogy a pókember hogy csinálja, de a Peter Parker, mint egy emberi lény, hogy csinálja? Hát de ott már pókember, tehát igazából. De nem, de a délig vágulnak meg az emberek, nem érdemes, ez a srác? Ja. Na, és hát hogy fotózza? Hát ez sok ponton, úgy, igen, nem sok esik. Ponton támad. Sok ponton nem esik gondolom, nekik, hogy ő a pókember. Tudom, hogy ő a pókember, és hálóvető az lesz, és akkor beragasztja, meg időzítő. Ez ennyire nem vagyok retard, de azért az, hogy egy humánus ember, aki fotóz egy negyedik szintű újságban, mert ugye a Post, meg a Daily Mail, meg a New York Times előttük van, ott nem esik, hogy haver, te fiú már? Ez hogy fotóztad? Igen, jóba vagy a póki? Igen, de hát sok ponton vannak ugye jó, ezek a szituációk. Ezek, hogy... Ez akkor amikor így, amikor így intázik a városba, és így, hova megy az a kötél? Érted, látod, hogy itt van a városfal, olyan a házak fala, itt van a házak fala, ott fönt nincs semmi, de ő ott lóg a semmiben. Érted, szóval, hogy annyira nincsen úgy megcsinálva, mint mondjuk egy Tobi Megvájeres, vagy egy Tom Hollandos, ahol tényleg látszik, hogy kicsit izé... Andrew Garfield, meg Tom Hollandos. Azért látszik, hogy tényleg ő oldalra lövi a hálót. Nem kellett ezekkel foglalkozni. Az első PlayStation... Jó, hát igen, mert fejlődött a cinema, de az első PlayStation-es pókember játékban is, amit a film alapján csináltak, a felhőben nyomod a izéket. Kit érdekel? Mi is? Azt jó van. Jó, akkor nem érdekel, de hogy most arról beszélünk, hogy most milyen benyomás. Most nézd, ha most 2002-ben menjünk, akkor beszélünk egy percet róla, elmondom, hogy okádok, hogy mennyire király volt, és megyünk tovább. De most 20-21 van, Tom Holland harmadik rész előtt beszélünk róla,
Most ez a véleményem. És én még mindig meglátom a Viasat 3-on, vagy 6-on, 8-szor ugyanezt a részt, és még mindig okádok, hogy mennyire szeretem. De hát azért, mert ez volt az, ami az első volt, és ez nagyon fontos. Ja, meg ezek a kringe jelenetek, hogy akkor a Norman Osborn ugye mondja neki a nagy monológot ott a balagáson, és a Peter csak így... Igen, nem nagyon volt nagyobb szerepe a Tobey Maguire-nek a film előtt, szóval... Persze. Tudom, de figyelj. Ja, a legjobb, a Harry és a Peter kapcsolat, ugye a jó barátok. Milyen jó barát az, akiben elveszi előre a nőt és lekúrja, most csúnyán mondva. De még itt már itt milyen történik? Barát az? Nem, hát csókolóznak, együtt vannak. Kapcsolatban szerintem vannak. Nem dugtak egyébként. Jó. Szerintem. Csak rántottát csináltak, és azt is a harmadik részben. Az a harmadik részben? Ja, biztos, igen. Szerintem nem. Szerintem nem. Hát a Mary Jane már ott full szerelmes a Pókba. Meg hát ő a Flash-sel járt előtte. És Mary Jane egy öreg... Flash meg egy igacsed. Mary Jane meg egy igazi aranyású, ja, szerintem. Mary Jane. Ja, ez a legjobb vágások. Ugye, amikor a Peter ugye megy az MJ után, és imádom, hogy először vagyunk a Lila Akác közös ugye, kertvárosi részen, úgymond. Kanyar, és már a városban, tehát ilyen a Queens centrumában vagyunk. És hát, de amúgy... Jó, mindegy, ezt tudom, sok filmben belőtték, van ilyen. De Queens jól belőtték. Tehát azzal nem volt gond. És aztán, figyelj, ugye megy, látja, hogy áll a buszongálóban Mary Jane, és akkor beszél, hogy mi lenne, ha tudod, magába, vagyis így halkan, hogy nem mennénk őket randizni, vagy arra gondoltam, hogy akkor mögötte van, hogy látszik, hogy jön a busz, amit le fog késni, megint, again, és akkor nincs a busz előtt semmi, beszél még, az a busz, szerintem 36-szor odaért volna már a buszongálóba, mindegy, hopp, megjelenik egy Cadillac, amiben beszáll a Mary Jane, a barátnői jönnek. Aztán láttuk az előző vágásban, hogy ott a busz előtt van egy Cadillac. Jó, hát te... Mindegy, elmegy a Cadillackel, és az a busz azt a 100 métert vagy 50 métert szerintem egy olyan 3,5 percig tette meg. Jó, mindegy, ezen is menjünk túl, 2002. Trójában meg elrepül egy repülő. Hát meg ugye most... amikor meghálóvetőzi a lámpát, nekirántja a falnak, amikor bejön a mainnéni, akkor meg ott van a lámpa. Figyelj. Vannak ilyen bakik. Jó, igen, baki. De ez csak így tudod, hogy most ha már belemegyünk, akkor belemegyek. Na, figyelj, jó, ez pozitív. Az, hogy amikor a zöld manó elkapja a Jamesont, és tudod, pont előtte beszélt a Peterrel, és tudod, hogy ki volt az a pókembert, és nem mondja el? Igen. Azért ez mennyire? Igen, az egyébként zöld manó, gerinces. Volt. Gerinces. Nem az Edmano, hanem a Jameson. Jameson, gerinces. Volt menő, hogy azt mondta, nem mondta el, úgy, hogy torkát szorongatja, nem mondja, hogy kifotózza a pókember. Ezért mégis csak az újságíró integritás, meg azért van gerince a Jamesonnak, akármennyire is úgy akar tűnni, hogy nincs. Yeah. Amikor a végén ugye tartja a liftet, a póki, és akkor tartja az MJ-t, és akkor mászik le, és így, Mary Jane, hány emelte zuhanott, és megtartja magát egy korból? Ja, hát búl, persze. Hát miért nem? Biztos, hogy valami. Százszor meg kellett volna már halni a Mary Jane-nek azokban. De biztos valahol edz a sportcsapatban, a suliban. Igen, és nagyon... Cheerleader. Igen. Menjünk is tovább. Második epizód. Egyébként nem, és de kicsit látszik az Octavius a szemébe, de a lényeg az, hogy második epizód 2004-ben jött ki, és szerintem történetileg a háromból a legerősebb Pókember film, mert itt tényleg látszik, tehát jól bemutatja a vívódást, ami a Peter Parker karakternek ugye folyamatos állandója, hogy ugye két szerep között kell ide-oda átjárnia, mind a két helyen ugye teljesíteni kisebb-nagyobb sikerre, mint Peter Parker, mint Pókember. Itt ugye maga a hős legyek, ne legyek hős, ez a belső vívódás, tehát itt ebben a filmben már jobban átélhető, mint az előző részben, ami nek ugye föl kellett volna vezetnie az ő karakternek a drámáját, viszont nálam inkább ez a második rész vezeti föl a Peter Parkernek a belső világát és konfliktusát. Mary Jane meg itt is egy nulla, még mindig. De itt már azért látszik az, hogy nem csak azért akar pókemberkedni. És hát sajnos ugye a kávézó jelenet, amikor visszakapja az erejét, mert elveszti. Tehát a kedvenc James Franco-s bemosolyos. Nem tudja nyomni a... Az a harmadik. Nem tudom nyomni a hálót, mert bizonytalan vagyok magamba. Fasz. Tehát, hogy így... Azt hittem, hogy átalakul majd ilyen mutáns pókától, mint a mesébe. Mint a mesébe, igen. De hogy itt is ugye az a pillanat, amikor visszaszerzi az erejét, az is, hogy Mary Jane-hez köthető. Pedig előtte tök jól
navigáltak a vívódó hős lelki világába, és akkor jó, hát megint meg kell menteni a nőt. Oh, vissza kell térnem, mint pókember. De... metafórája az impotenciának. Elképzelhető. Nem, elképzelhető. Hát, viszont... egy csomó ideig ott nem áll fel neki, és aztán újra fel. Amúgy 2004-ben vagyunk, tehát itt még nem volt Me Too, meg Time's Up, meg ilyen dolgok, úgyhogy még ez is benne van. Viszont szerintem, és ezzel át is adom nektek a labdát, az Octavius nem erősebb gonosz, mint a Zöld Manó. Nem, de nagyon jó. Nagyon jó a játéka Alfred Molinának. Az a bábozás, meg a CGI az időtálló szerintem, frankon, de látványra még rá fogunk menni úgyis. De nem tudom, valahogy így egymás után nézve a két filmet, nekem annyira nem volt erős az Alfred Molina, átalakított Octavius, mint antagonista, inkább az a belső vívódás, ami a Peter Parkerben volt, az volt. Így van, és azért is szerintem ez a Pókember, az első Pókember trilógiának az ilyen komoly filmje. Igen. Mert az első bevezetés és az ilyen képregény, még nem nagyon helyezkedünk ebben az ilyen goofy képregényvilág és az igazi világ. A másik pedig csinál egy ilyen hatalmas húzást azzal, hogy komolyá veszi a hangulatot, és az elején bevezet karaktereket, van egy kisebb akciórész, a közepe az egy ilyen hosszú, melankóliás válasz elé, vagy döntés elé kényszerülés, meg mindenféle, az tényleg mondanám egy picit hosszú, és a belső utazás, és a végén egy őrületes ilyen, tényleg fight, egy ilyen hatalmas egy CGI szín, vagy nem is CGI, hanem ilyen jó praktikul effektekkel, és meg is minden. Is, tehát onnantól kezdve, hogy ugye a vonatos részhez érünk, vagy a metrós részhez érünk, és én ezért mondom azt, hogy a második rész a Sam Raimi trilógiának a komoly darabja, és a legkritikailag értékelhető darabja. Igen. Én nagyon szerettem a második részt, és most is, ha végignéztem, most is a második rész a legjobb. De is vannak bajok. Persze, bajok mindig vannak. Elég rendesen, szóval kezdjük. Első pont. Na, az elején például az a pizzás jelenet, az iszonyatosan el van húzva. Meg a bénázás ott, amikor oda, hogy a kijön a szertárból, úgymond, vagy ami az Istenből. És így ott Amerikában vannak ezekben a szertárokban ablakok amúgy? Nem hiszem, nem. Az el van baszorint fajnyom. Igen, és akkor ott így pakolja vissza hosszú másodpercek is. Ha ez egy Family Guy lenne, az vicces lenne, tudod, mert ott el van húzva, hogy igen, vagy valami. Ezzel azt akarja bemutatni a film, hogy amikor kijössz a suliból, akkor még munkát kell vállalnod, azt se tudod, hol vagy az életbe, és akkor pizzabojnak beállsz, és ez ilyen. Pizzaboj. És ez egy ilyen, igen, lehet, hogy kicsit hosszabb jelenet, de a vívódás már elkezdődik itt is a karakterben. Én védem. De tényleg, tehát amikor ugye a munka meg, hogy meg kell menteni a gyerekeket egyébként, akármennyire goofy az a ne, egész jelenet sor, a pizzás dolog, de van az benne az, amikor tudom, nagyon hosszan el van húzva, ja, persze, hogy a pizza tervisz, amikor odaér, és igen, akkor igen. Felmosolt így, nyomkodja igen, vissza, igen. És így... És nem félsz, hogy nem érsz oda? A gyerekek pont nem érdekel. Az volt a legjobb, hogy igen, meg pont akkor jön egy kamion, persze, ez amúgy jól nézett ki, ez fasza volt. De ezek az elhúzások, ez több falnak mentem. Ebben a részben is ugye egy atomnagy lúzernek mutatják be egy ilyen kis nyomi gyereknek, lúzerkének, és miközben már két éve pókember, lehetne egy, ő szerinte lehetne egy jó csaja, ugye, aki bevallotta neki, hogy szeretlek, meg minden egyéb, akkor ott van még mi nincsen semmi, jó, akkor azért jó csaja lehetne, és akkor a suliba ugye, ilyen Dr. Sessisen elejti a könyveit, és ne mond már azt, hogy abból a 30 diákból, aki ott elmegy, egy ember nem áll meg neki segíteni, és összes neki baszta a táskát az arcának vágod, szóval, hogy ki az, aki úgy hordja... Az egyik a rendezőnek a kameója volt. Úgy hordja, a táskát, hogy így lent. Így. Igen. Szóval nem a hátán, nem a fél oldalas, hanem lent, hogy jó arcon basztam a hülye gyereket. Jó, ez szerintem egyébként a Sam Raimire jellemző egyébként stíluselem, hogy ilyen goofy, wacky, tehát ilyen nagyon elnagyolt. Nézd meg az Evil Deadnek az első részét. Tehát ja, hát abban ezek a horror jelenetek. Ja, hogy... persze. Meg ugye a kameramozgások, a gyors ráközelítés, meg tényleg ezek az ilyen helyzetkomikumok. Sam Raiminek ez a saját. Hát az amúgy akkor sem volt vicces, emlékszem, hogy gyerekként is azt szerettem, hogy így néztem, hogy 30 emberből egy nem segít. És akkor hány éves voltam ott? Kíváncsian várjuk a Doctor Strange-el, mit kell Sam Raimi. Akkor a Harrynek a hangulat ingatodása a szülinapon. Hát ez zseniális. Ja, hát boldog szülinapot, Peter, legjobb barátom. Fotózott póker. Hol van pókember? Megölt az apa, és te meg rejtegeted? Rejtegeted, igen? Barátom vagy? Na, boldog szülinapot megint.
Te skizofrén vagy ember, hát rágod. És ott még, igen. De ott még nincs benne nem. Az Erdmanó szérum. És az is egy rohadt nagy hiba, és mindjárt a harmadik részre beszélünk, mert szerintem ez egy orbitális nagy hiba. Hadd mondjak itt valamit, azért a James Franco ugye itt debutált, és itt ez a karakter, ugye az ő Harry Osborne-nak a interpretációja, egy nagyon-nagyon elkényeztetett gazdag gyereket mutat, aki tényleg csak az apja az apjának a árnyékában volt mindig végig, és én elhiszem azt, hogy ő már a zöld manósága előtt kattant volt. Tehát néz rá, és kattant. Az első részben már kicsit kattant. De nem is egy nyomi a suliba, nem a menőkkel van. Nem a menőkkel, de mert ő nem akar de menőzni. Ő, így van, mert ő neki nem is kell menőznie, mert ő már alapból tele van lúdva, és ott melőd menő. De a menők meg belállnak az arcába az jó, első de azok részben. Ilyen, ők a, inkább a helyi basszájban. Ők a foci csapat kapitány, meg a kosárlabda csapat kapitány. De úgy van felöltöztetve a Flash, mint egy Jock. Nyolc kerületi, nem tudom. Jó, de ő ott egy nagy arc. Ő a suli... Ment a Flash. Troy Boltonja. Ő a troll. Érted? Szóval és nem velük van, és ugyanúgy... Hát persze, nem velük, mert ő túl... Más klasszba tartozik. Más klassz. Igen, a Peter Parkerrel van ketten. Hát azért, mert ő vele megtalálta ezt az intájtást. Jó, kibontva, igen. De igen, hogy ez baj. Ez a baj. Na, gyorsan megyek tovább, figyelj. Legjobb, MJ-nek ugye van Kania, de furrá van gerjedve Peterre. Meg őt várja a színházon, miközben a faszia jön érte oda. Mekkora? Most mondd már meg őszintén, miért? Hát mert akkoriban még nem tudtak erős, és átélhető, független női karaktereket szegény írni. Szegény Junior, J. Jonah Jameson. Tehát... nem tudom mi a neve az űrhajós astronautának. John Jameson, szerencsétlen, érted, ilyen tök good guy, tehát focitott a holdon, meg minden, addig várja, hogy valami, legyen egy nője végre. És ez meg közben elhiteti vele, és utána faképni hagyja még. Igen, hát a Mary Jane igen egy számító. Az a baj, ő is keresi az útját, mert próbálkozik, tehát persze bele tudnék most magyarázni nagyon sok mindent abból, hogy Mary Jane miért olyan, amilyen, de nem akarok, mert szerintem alapjaiban rosszul van megírva a karakter. Igen, sajnos ezt tényleg azt én is elismerem az első trilógiában, a Mary Jane a leg... Gyengés. Nem kedvelt, nem kedvelhető karakter. Ebben a filmben szerintem több a sikítása, mint a szövege. Jó, persze. Nem, borzasztó. Sajnos. Persze. Akkor kérdés, Osborne-nak a halála után, hogyha nem ment tönkre az Oscorp, úgyhogy amúgy az első részben mindenki is tönkre akarta tenni az Oscorpot. Hát figyelj, az első részben ugye kinyírta a tanát, tehát a górékat kinyírta, ergo ő lett az egyedüli ura az egész cégnek, és ugye alapvetően nem public knowledge az, hogy ő zöld manó, szóval így részvények, meg anyám kínja nem süllyedt le meg semmi, tehát azért megmaradt a vagyon. De akkor ott nem ez. Volt izé, mert ott legyilkolt egy-két arcot, de ott egy egész asztalt láttunk, hát, 30, de ilyen 20 fővel, és a 20-ból 3-at gyilkolt le. Jó, hát értsd úgy, hogy az a jelenet azt akarta szimbolizálni, hogy mindenkit kinyit. Ki az, aki... Megértem. Most tudom, de hogy ki az, aki ezzel foglalkozik a Pókember másik része, hogy ki irányítja az Oscorpot most? Én ezeket le akartam kérdezni tőletek, hogy nektek mi a gondolat? Soha nem gondolkoztam ezzel, hát ezért hogy vagyok én itt. Ezért vagyok én itt, hogy én ezt elmondjam. Dobjál be még valami juicy-t. Még sok van. De nagyon gyorsan ledarálom, jó? De még sok van. Ezen is ki fogsz akarni, arra, hogy okidoki, miért nem tesztelte ezt a fúziós szarvot? Érted? Megcsinálja, hogy full real time először emberekkel teli szobába, úgyhogy tudja, hogy mik lehetnek, de hogy ő kiszámolta. Nem, elszámolta a mágneses. Elszámolta. És de miért nem tesztelt valamit? Egy valamit tesztelt? Vagy legalább, ha tesztelt, akkor miért nem mutatták, hogy tesztelt? Mert így meg ilyen tök furi, hogy tényleg először így rögtön emberek szemben. Annyi, ez olyan, hogy amikor te alkotni akarsz valamit, és nagy tudós vagy, akkor meg akarod mutatni a világnak. És ő meg akarta mutatni, és nem bírt várni ezzel. És nem, ezért... Már látszik, tehát tényleg... Meg, igen. Bocsánat. Mondjad. Én ezzel beírem, hát, mert ez... Az ego. Az ego, tehát a tudósi ego. Ezt mondta, én most meg... Még mondd el, még bocsánat, egyszer, nem mondj. Bocsánat. Nem, hogy tényleg, köszönöm, tényleg az első megszólásában már hallott, hogy mekkora egoista fog. Igen. Pontosan. Jó, itt akkor ne így beszéljünk, hogy meghal a felesége az, és ilyen tükörbe. Üvegben tükröződik, ilyen szemeim is baromság. Volna, tehát így yeah. Ennyi. A versmondás MJ-nek ultra cringe. Ja persze, ki hódít már? Nap után! Jó, éj után! Lehet még... Hát nem tudom. Verset már inkább akkor mondasz, tudod, mikor együtt vagy egy nővel. És akkor MJ-t mondja az a teraszon, hogy a fullos partin, ott ahol kb. Az eljegyzési megesít, és hogy hagyd abba!
Igen, hagyd abba. Jó, de belegondol, ez a versmondós jelenet sosem működött volna az Andrew Garfield-dal, sosem működött volna Tom Holland. Tobival csodálatos. Csodálatos, mert mém, de amúgy mert nem annyira működik. Hülye feje van. Csodálatos. Oda jön és nyomja. Nem működik, csak azért működik, mert mém, de nem működik. Aj, Istenem, Tobi. Na, jó, vagy gyorsan tovább megyek. Aj, amikor lemond a pókemberségről, tudod? Ja, hát az... És az egész folyamat. Az ultra cringe jelenet, hogy így a fejét megtükrözi, tudod, a szemrébe két oldalon, és így halványul, és így... Ja, megy az raindrops keep falling on my... És megy az utcán. De az, hogy egyik... És ott is elesik. Tehát egyik napról a másikra, érted, az első rész mutatja, hogy izmosodik, tehát egyik napról a másikra, meg... Girnyósodik? Tehát, hogy miért? Jó, nagyon, de az nagyon vicces, ott is így elesik a sík utcán. De nem, mert nem az, hogy izé ki van kötödve, az, ja, a szemüveg mi? Azt hittem. Nem, én úgy emlékeztem, hogy ki van kötödve. Nem, ott szemüveg, és akkor fölveszi, és így, mi volt nála a szemüveg, és eddig még, nem, minden. Nem, hát az első filmben szemüveges nem, volt, igen. De akkor itt már, amikor már nem hord szemüveg, mindegy, nem is emlékeztem. Impotencia, ez az impotencia. Igen. Legjobb figyelm, amikor ugye lemondott szinte a pókemberség, és akkor fényes nappal vernek a nyílt utcán egy embert. És akkor tudod, néző, hogy... Le se szarja, így, igen. Hátat fordít, tudod, így... Igen, és miért nem hív rendőrt? De várj, egy, a nyílt utca, kb. A Váci utca melletti kereszt, egy utca saroknál, ott igen. Verik az embert, ketten egyet, és így attól, hogy most te mondjuk odamész, és ellátod a bajait, nem fogják azt mondani, hogy te pókember vagy, érted? Hanem simán azt lehet, hogy ja, te karatézol, te kungfúni ajánlsz, vagy boxolsz, tudod? Hát ezt fogja megkérdezni a bűnöző, miután lecsapta a fejét. Hát, vagy te karatézol? De miért nem lehet tudod segíteni? Nem, csak hogy az ő fejében ez ja. Lehet. Jó, hát ez hogy a Tobi fejében az lehet, hogy azért nem megy oda, mert hogy akkor de miért akkor lebukik, igen. Ja. Ez hülyeség, ez az egyik, a más meg miért nem hívott rendőrt? Tehát. Ez mondjuk nem szép dolog. Ja, és akkor itt vágás. Az égő ház meg berohan. Ja, persze. De előbb az embert verték a nyílt utcán, azt nem segítek. De bemegyek a tűzbe, és ott kihúzom. És akkor ott nem tűnök hősnek, vagy mindegy. Szerintem az égőházas jelenet, egyébként ugye párhuzamot akar állítani az első részben az égőházas jelenettel, hogy ugye ott a zöld manóval ott izélnek. Igen, kunyóznak, de a második részben. Talán ott is van egy okosítás, hogy nem mentett meg mindenkit, mert igen, a nyolcadikon esélyese volt. Párhuzamokat akart állítani. Akkor így, ja, dude, vassza, figyelj, ja, legjobb. Mikor felbérli Okidokit ugye a Harry, és akkor mondja, hogy Peter Parker, ő fotóz a pókember, biztos tudja, hol van, és akkor itt ott megy, készítsa a szilíciumot, vagy mi a zíciumot, tríciumot, meg, és akkor lemegy. Peter, te bántsa! De Peter-t ne bántsa! Dude, jó fej vagy, amúgy, mert oké, persze nem bánta. Okidoki, behúr egy szedánt a kávézóba, vágod, bebaszott egy kurva nagy autót a Peter Parkerre, vágod, és így... Igen, mert azt hol nem... a logika? Igen, mert az Okidoki nem tudhatta, hogy a Peter Parker a pókember. Igen. Hogy akart amúgy vele beszélgetni, hogy így kinyúvasszak? Igen, összelapítja a kocsival. Itt most megvédem a Okidokit. Védd, mert utána mondok még egyet, mert látszál ezek a karok, amiket ugye ő használ, és az ő összekapcsolva ugye a gerincén keresztül az intelligencia az agyával, pontosan kiszámolt, hogy az autó hogy fog törődni. És számított arra, hogy ha Peternek nem lenne Peter Tingölje, és ugye le tud bukni, vagy bármi, és megmenteni a Mérit, még akkor is, ha lehajolnak finoman, így. De nincs idejük lehajolni. Akkor... Tudom, mennyire kell lehajolnod? Ennyire. Jó, akkor most már mutatom a kamerába, kb. Ennyi hely volt az autó és a padló között. De pont ilyen netszre dobta. De nincs ideje le, hogyha nem, háttal ült. Tehát háttal ült. Nincs ideje lehajolni. Ezt tudod, milyen magyarázat, de mint a Bence mondja, hogy a kapitány felmérte, hogy a pókembernek mekkora elég van a szívére volt. Jó, de az egyébként igaz, az még az mindig az igaz. Az nagyobb igazság, mint ez. Igen, mint ez. Igen, igen. Mert ott ráküldi a hálót, húzza a kézzel, ott felmérte. Akkor azzal akkor azzal magyarázom, hogy megint csak az ego. Megkapta a feladatot, dok, ok. És nem bírt az egójával. És akkor nézzük egy alternatív idősíkot, ahogy rábassza, meghalapítani, és így, bassz, meg most ezt hogy fogom mondani, honnan fogom kideríteni, hogy most ő, vagy hol van, most mennem kell a Harryhez. Biztos van olyan what if time. És akkor várjál, erre mondom, oké, jó, kiszámolták a karok. Utána fölkapják kőkeményen a Petert, a nyakánál fogva, és bebassza a téglafalba, de úgyhogy betörjük. Tényleg amúgy, most így erre rávilágít, igen, és csak hallod, nincs logika.
az a téglafalon nem az, hogy a gerinced, hanem így konkrétan abban megpusztulsz, ahogy oda baszta. Minimum lebénulsz. Hát igen. Még egy magyarázat erre. Doc Ock annyira okos, hogy ő tudta valószínűleg, hogy ő a Peter, ő a pókember, és hogy így... Nem, eléggé meglepődöttem úgy. Lehet, de közben volt benne egy ilyen sejtés, egy sejtelem, és ezzel teszteltem. Túléled ezt, bazdmeg? Ez ugyanaz, mint a Willem Dafoe-nál az első részben, amikor bemegy a szobába, és a vércsepp. Ugye ott is már sejt valamit a Willem. De csak sejt, de az egy vércsepp. Az. Összetette a kettőt, mert emlékezett, hogy ő dobta, de ez egy full random. Amúgy egy, igen, egy, az egy három és fél tonnás, nem három és fél tonnás, egy másfél-két tonnás autót bedobott rá, mondjuk egy másfél tonna, most nem tudom, nem akarok kibaszni. Ez egy Toyota Corolla? Hát nem tudom, most mondtam valamit. Autó. Egy szedán. És akkor... úgy beszélnénk, kurva, autós, az pontosan egy, ugye... Egy hatos. Semmit nem értek hozzá. És akkor még bele is bassza a téglafalba szerencsére a gyereket, és így... Hát az honnan, miből számolt neki? Hát ego vagy az okossága, hogy pördül az autó, hogyan hajol le, Peter. És akkor a legjobb, hogy a... De ez mondjuk már, mondjuk ez a harmadik részben is lehet, de most mondom a második, mert itt is van egy igazság benne, hogy mi az? Nem az a három, nem mondom. Menjünk ezt, szerintem tovább, nem? Várjál. Ja, hogyan kezdi el látni és hallani Harry az apját, úgyhogy benne nulla, azaz nulla szérum van? Nem feltétlenül biztos, hogy ő ezt látja és hallja, hanem csak képzeli. De hát akkor de is nincs előzménye. Igen, ezt a zöldmanós dolgot ezt elmélte, csak akkor, ha a szérum benne lenne. Jó, várj egy pillanatot. Szérum. Willem valószínűleg, vagyis hát Norman valószínűleg a villájában is néha szivárogtatott egy kis szérumot valahol, és lehet, hogy a Harrynek a gyerekszobájába ez bement egy picit. A gyerekszobáján csak 20 éves gyerekről beszélni. Jó, de ő annyira el van kényeztetve, hogy valószínűleg gyerekszobája van. Valahogy jó, oda beszivárgott. Biztos pszichológiailag egyébként meg tudnánk magyarázni. Ez egy mentális probléma. Olyan sokkot kapott, amikor meglátta, igen, hogy a Peter Parker a pókember, hogy meghasadt a tudata, igen, és ez a meghasadt tudat manifestálta a második személyiségként a Willem Dafoe-t, mint apját, akit nagyon szeretett, akit istenített, akit megölt, igen, a pókember, magyarázat. Tehát a pókembernek a hatása felkeltette ezt a látens, igen, személyiséget. Harry Osborn. Jobban el sem mondhattam. Márton, szép volt. Bence a szavaimat itt kiadta. Én így... kivitte. Igen, ez már igen, a belemagyarázás. Jó, akkor fia, ha másik rész, akkor egy kérdéssel zárom le megint. Ne arra úgy, hogy adok, hogy így... Ne arra úgy, nem, ez így jó, mert ez így, hogy Bence elmondja a filmet, meg ugye az alapvető tényeket, én megmondom az érzéseimet, te meg elkezded nyomni a kérdéseidet. Jó, a hülyeséget. De elnézést mindenkitől. Szóval... utolsó kérdés a másik, Tobi, amúgy, vagyis Peter Parker MJ-vel veszi el a szüzességét? Hát igen. Persze. Ki mással? Nem más a Gwen, nincs nem, a Gwen nem is a Felicia-ba, vele? Igen, nincs más nő az életében. Szegény. Hát az a Black-et. Miért szegény? Mert hogy... MJ adott már azért minden rudat megért. Jó, de MJ ebben az egész, mondtam, a trilógiának a legrosszabb karaktere, tehát a izét nem utálod ennyire. Mert ezzel nincs baj, hogy MJ az sok fiút kipróbált, mert legalább van tapasztalat, tehát hát mire Peter-et. Volt Flash-sel, kérdőjelesen a Harry-vel, akkor a csak astronautával. Hogy mit? Csak rántottát főztek. Ja. Hosszú hónapokig egyetlenek az első. Csak rántott, és tiszteltek. A kedvenc jelentem egyike. Liba bőrödző van kínossággal. Mindjárt közel vagyunk. Igen, közel vagyunk. Érzed már, hogy közel vagyunk. Szerintem igen. Tehát, hogy ez a válasz erre a kérdésre. Lábjegyzetnek említsük meg, és vizuálisan is prezentálom. A Pokémon 2-ből készült bővített verzió. Pokémon 2.1. És ennek most meg az volt a... az volt a pikantériája, az extravagánssága, hogy 8 perccel hosszabb volt, mint a theatrical mozis cut. Van benne egy kis finom bővítés a bankos akcióba, a liftes jelenet kicsit máshogy, finom bővítés a metrós akció jelenetnél. Az menő amúgy. Igen,
és azt hiszem nagyjából ennyi a... Ja, meg a nagyon legendás híres jelenet is ebben van, amikor J. Jonah Jameson felveszi a pokemberi jelmezt, és a tugrál az irodájában az asztalon. Az is közben kukkolják. Ebben a, igen, és az is ebben a bővített verzióban van, most hirtelen több bővítés nem jut eszembe, talán az orvosos jelenet is hosszabb, és kicsit máshogy igen, játszódik igen, le, de én azt hiszem, hogy így ez volt az első ilyen nagyobb visszhangot kavaró ilyen rendezői bővítés, ami mondjuk nem művészfilm volt, vagy nem tudom, a Ridley Scottnak a százféle Blade Runnerje, hanem hogy egy blockbustert, egy ilyen szuperős blockbustert először vágtak újra, de és azóta sem nagyon volt rá példa. Én ez nem az X-Menből is van egy ilyen? X1.5? Vagy 3? De abban nincsenek plusz jelenetek. Azok csak az extra. Ja, csak extra. A Days of Future Past-ből van egy másik kád, de hát az 2016-os a vadóc vágat. Ja, tényleg. És én azt láttam legutóbb. Azt láttam én is, hogy a végében visszarakták a vadócot. Tökre meg is lehetőttem. Szóval, hogy talán ez volt az első ilyen bővítettebb verzió. Abba, vagyis még a kettőbe. Mi volt? Mikrofonnak. Ja, mikrofon. Amikor lebuktatja magát a metrón, azért mennyire csodálatos volt az a korszak, nem? Nem volt a sok sutyó, aki lefotózza. Jaj, de imádom azt a jelenetet. De az amúgy egy nagyon szép jelenet. Óvatosan ő egy hős. Igen. Nem idősebb a fiamnál. Meg hát ugye ott is van egy ilyen laza Krisztus metafora, megváltó, az önfeláldozó Krisztus. De ugye azt, hogy tudod, hogy gondolj bele, hogy most lenne egy ilyen, nem tudnád így elképzelni, mert... Már TikTokon már live, már minden. Persze, tehát tényleg vannak nagyon szép gondolatok ebbe a filmbe. Már live, már minden, Shang-Chi, megy a bunyó, azonnal szavaztok közép a Twitch csatornán, tessék. Igen, tényleg. És el is érkeztünk a trilógia lezáró darabjához, a Pókember 3-hoz, a legmegosztóbb, legjobban mémelt és legzavarodottabb film ebben a trilógiában. Ez ugye annak köszönhető, hogy ennél a filmnél már olyan népszerű volt a pókember, tehát már akkora pénzt hozott be, hogy tényleg a producerek teljesen elvakultak, és még nagyobb, még több gonosztevő, még több fekete ruha, még több Venom, tehát a producerek rátették a két kezüket a Sam Raimi vállára, és belesúgták a fülébe, hogy jó, akkor most beleteszed a fekete ruhát, és beleteszed Venomot, és nem érdekes, hogyha a sztori szempontjából túl zsúfolt lesz, és nem lesz értelme, nem lesz szükségre, de te akkor is bele fogod rakni, és még több játékot el fogunk belőle adni. Úgyhogy ez a film a stúdió interferenciától nagyon-nagyon szenvedett, pedig egyébként vannak benne szép gondolatok, meg jó gondolatok, meg a karaktert előrevívő gondolatok, ugye ez az egoizmussal előjön a hősnek, aki nagyon révbe ér, és elkényelmesedik a hősiességben, és erről nagyon sok mindent lehetett volna mondani, de tényleg nagyon sok gonosztevőt raktak bele, és nagyon zavarodott az egésznek az írása, nincsen íve, össze-vissza ugrál, és ezzel át is ugrunk hozzátok, hogy meséljetek erről a filmről. Hadd mondjam el az érzéseimet, mielőtt kérdéseidbe is gondolom, itt rengeteg kérdésed lesz belem. Kevesebb, már a kettőnél volt a rektor. Komolyan? Érdekes. Már kibeszéltük sokszor. Sam Raimi maga is állítja, hogy ez egy nem jó filmje. Tehát ő tudja erről, hogy ezt nem sikerült. Itt kezdtem el csodálni az embert. Ez tényleg nem egy jó film. Nagyon-nagyon sokszor láttam, nagyon-nagyon túl sokszor is, mint kellett volna. Ez a film, ez ugyanaz a ívet viszi, mint a Star Wars prequelek. A Star Wars prequeleket, amikor kiadták, mindenki rühelte. Így kb. Így főleg a Sith-ek bosszújáig, mert addig a Sith-ek bosszújáig már azért tudott minőséget is berakni, de addig azért nagyon kapta az ívet. Ez a film is folyamatosan kapta az ívet, de amikor az internet mém világ egy révbe ért, ezt a filmet felemelt és egy új magaslatba rakta. Ezért ezt a filmet, bár akkoriban, ahogy a Star Wars-okat is nagyon szerettem, mert gyerekfejjel máshogy nézi az ember, nem tudom utálni, és tele van nagyon kínos jelenetekkel, de rohadtul mémelhető. Nem tudok ennél mémelhető filmet a Star Wars trilógiákon kívül, mint a Pókember 3. Imádom az összes fasságával együtt, az emós Peter Parkerrel együtt, a borzasztó táncjelenetekkel együtt, a túlzsúfolt hősökkel együtt, még azt is szeretem, pedig gyűlöm Topher Grace-t, de Topher Grace-nek a Venomjának a kínosságában is találok viccet, mert hogy szörnyű Venom volt, de hogy így Úristen. Na mindegy, tehát ez egy nagyon mix feeling film, de megmarad. Mert felemelt az internet. Mondhatod. Egy dolgot még hagyd mondjak el, egyébként technikai szempontból, és majd fogunk kicsit tegyünk ki a látványra, technikai meg látvány szempontból egyébként ez a legidőtállóbb film szerintem. Tehát ezen látszik az, hogy
hogy tényleg sokat, tehát már a második részben is nagyon sokat beletettek a büdzsébe ezzel a bábozással, meg mindennel, de ezen a filmen látszik az, hogy effekt oldalon, hogy ez lett a legjobban összerakva effekt oldalon. És nagyon gyorsan még reflektálnék arra, ugye, hogy túl sokat akartak belezsúfolni a stúdió, meg a producerek. Nem ért meg még a képregény filmes világ ilyenkor a túl zsúfolt ellenségek, és nagy mindenféle baszásba rakjuk, már belegondolunk, ami most jön filmpókember, abban meg még aztán túl lezsúfolva az ellenség áradat. Tehát igazából most már úgy érzem, megértünk ez. Akkoriban erre nem értünk meg, de akkoriban azért valid kritika is volt. Csak ezt akartam mondani. Annyit kiemeljek itt most a harmadik rész előtt, hogy én is amúgy szeretem, de hogy félreértsetek itt, hogy belekötök itt a dolgon, még így belekérdezek, csak most megnéztem tényleg majdnem 30 éves fejjel. És én is szeretem ezeket a filmeket, és nem tudok rájuk haragudni amúgy, csak így viccesek ezek, hogy így belenézünk kicsit azokban, amik, hát mondjuk te se vettél részre, vagy te se vettél részre. Én meg sajnos rá vagyok állva ezekre most már, mert ilyen megkeseredett ember lettem, amit YouTube-on vagyunk. És engem ezek néha boldoggá tesznek, szóval nézzetek el. De tényleg szeretem én is őket, de ez a harmadik rész, ez csodálatos. Tele van szarság. Ez nagyon jó ez a rész. De megvédem szóval őket. Kérdés. Mindent. Mindent megpróbálok megmagyarázni. Én meg egy Márton erős középutat fogok képviselni. Márton Arkangyal megérkezik. Na figyelj, még mindig loser Peter a suliban. Miért? Igen, hogy még mindig nem tudott lediplomál, vagy megcsinálni a doktoriát. Nem csak az, hogy mindig loser, ott köpölcsövezik már az egyetemen. Ja igen, meg a szemébe világítanak. A szemébe világítanak. Igen. Ezt én sem értem egyébként. Az a baj. Most már van egy nője is. Igen, van egy Broadway sztár, van állása, érted, fotós, meg minden. Hát, ja. Miért szerinted a lúzerséget? Hogy tud megélni egyébként a freelance fotózásból? Sehogy. Daily Bugle-nek? Valószínűleg a ménéni ad neki pénzt. Igen. Vagy lopkod a ménénit. Szerinted? Szerintem eladta a kedileget a ménén bács, mert ott volt a felhajtó még, amikor még mindig ott van, igen. Azt nem mondod, hogy elraboltak, hogy akkor visszakadtak. Azt nem vitte a rendőrség. Igen, de miért nem adta el? De Bully Maguire az biztos kurva sokat lopott. Tehát amikor a Bully Maguire korszak volt, akkor egy hatalmas szegény ménéni az ott nagyon csődbe ment. Szerinted, visszatérek erre a kérdésre, egy lúzer ember igazán ki tudja a lúzerságát nőni? Sosem. Hát ő, most, én most az ő karakteréből indulok. Ha egy ember alapból egy ilyen introvertáltabb, kínosabb személyiség, úgy értve, hogy úgy kínosabb, hogy egy kicsit ilyen magába érzi, nem tud annyira szociálisan, meg ő nem fog tudni sose akkor, és akkor még mindig picit gyöksi lesz, ettől függetlenül, hogy lesz egy jó állása, egy jó nője, vagy egy hozzáképest jobb nője, mindig benne lesz ez a kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen introvertáltsága. Igen, de az a baj ezzel, bocsánat, hogy a trilógia harmadik részére ez már kicsit olcsó poém. Ja, hát persze. Nem fejlődik sehova. És akkor kicsit még emellét kampányoljak, hogy itt ugye folyamatosan a Mary Jane-nek is azt mondja, hogy jaj, én is átérzem, pókember, hát ott már így elkezd így elszárnyalni az egója. Igen. És közben meg a valójában még mindig lúzer. És így, de miért lúzer? Úgy, hogy közben meg van az osztályban ugye az egyik legjobb csaj, mondom, hogy a szakán, és még együtt is ide is tanulgatnak, és látszik, hogy az így kacsingat rá, és még így is lúzer, érted? Szóval így bejön a legjobb nőknek úgymond az univerzumába, és még így is lúzer. De amikor buli meg rájön, akkor az utcán az összes ő. Mondjuk szerintem a Gwen azt csak kihasználja mondjuk. Szerintem. A lecke miatt. Nem. Hát ott oké, de... Ja, de utána randiznak. De elmegy randizni, és így többre megbántja az, hogy... És amúgy a Gwen az egy viszonylag értelmesebb karakter ebben a filmben amúgy, mert egy érző lényt láttunk ebben a kicsit filmben. Kicsit függetlenebb, igen. Igen, függetlenebb, és tényleg oda ment a Mary Jane-hez is, hogy tudod, hogy ne haragudj, hogy ezt végignézted, hogy én is tudod, látszik a csaj, hogy tényleg tetszik neki a Peter, amikor megtáncolt, és el is felejt, hogy ott van a Mary Jane, és aztán ugye eszmél, hogy ezt miatta csinálta. De még mindig nincs jól megírva. Intelligensebb, de nincs jól megírva. De még nincs jól megírva, tehát a Sam Raimi-s filmekben a női karaktereket borzasztóan írták meg. Igen. Jó, akkor amikor a Harry-vel küzd az utcákba. Az első jelenetek? Az utcában, igen. És így olyan erővel lebassza a deszkáról, és így nekibasztodik minden, és így ezt így honnan tudtad, hogy ezt így túléli, vagy nem? Oké, hogy egy deszkám van, de most honnan tudja, hogy benne van a szérum, vagy nincs benne a szérum? Vagy egyáltalán tud a szérumról, hogy van ilyen szérum? Vagy honnan tudja, hogy most ő ilyen erős? Ez ugyanaz, mint a okidoki, rábaszom a szedánt.
Peter Parker, hát aki nem tudja, pókember. Tesztelte valószínűleg, hogy... Menj már, tököm teszteléseket! Hogy bírja ezt! Nem érték a legjobb barátja. Igen, az egyik, a másik meg, hogy az első részben se tudta a zöld manóról, hogy fel van spanolva egy kis gázzal. Hát azért csak érzed, hogy kurva jót oda basz neked a zöld manó. De az a páncél! Az a páncél, érted? Bármi másból éreztette volna, azt ő konkrétan nem tudta, hogy van ez a gáz. Ez a szipu. Igen. Cipuál. Jó, hát haragudott rá, mert egyszer járt a Mary Jane-nak. Ez egy 8 emeleti bajs, hogy ne kurja deszkára. Ez egy ilyen fiús mérettetés volt. Annyira puta! Na, mindegy, menjünk tovább. Jó, akkor a, megint a vágás, figyelj. Amikor elejti a gyűrűt, mint Frodo, és akkor tud így próbálják. Ja, ja, ja. Az a gyűrű megint 30 percig zuhan. Pedig nincs csak 80 emelet magas, hanem olyan maximum, nem tudom, 20. És itt tudod, utána még bunyóznak, a gyűrű repült, ott bunyó, lerúgja. Az már rég leesett. Már 35-szer leesett. Jaj, volna, tudom. És ő elkapja. Ő elkapja. Az a gyűrű, az nem tudom. Egy gyűrű, mint fölött. Az egy ilyen tolpihe. Azt látjuk, milyen magasra megy? Mert én nem emlékszek olyan sárra. Hát amúgy nagyjából, nagyjából látszik amúgy. Az nagyjából az nem egy sár. Tehát látjuk, hogy mennyire magasra megy, vagy azt látjuk, hogy honnan esik le, és mikortól van vágva, mert akkor bármennyire kurva magasra feldobhatta, és akkor addig megcsinálta. De nem feldobta, mert így repült. Tehát átrepült az üvegen, igen? Tehát nem föntről lefele repült, hanem horizontálisan. Horizontál. Na, ez, az a baj, hogy amikor a Viaszat újraadja a pókembereket, és mindig ott ragadok, akkor mindig ilyen, mind a három részt ilyen mostanság darabokba láttam, de már ezt a részt újra kell nézni. És amikor a kórházban a Harry, ugye, mert hogy bekúrta a kis bubóját. Igen, kis bibis lett. Kicsit bibis lett a fiú. Akkor ott MJ ugye, ott van, és kijönnek, és akkor kérdezi tőle, hogy na, kibékültetek? MJ nem is tudott egész sztoriról úgy ever, fucking ever nem tud semmiről. Szerintem nem tud semmiről. Tudja nem. Azt, hogy halt meg a William Dafoe, nem tudja azt, hogy a Harry látta, levette róla a maszkot, és hogy, hogy őt gyanúsítja. A full szerelmednek nem mondod el, hogy a legjobb barátoddal miért vagytok összebaszva ilyen durván. Lehet, hogy elmondtam. De és így kérdezed meg egy ilyet, hogy kibékültetek? Really? Nem beszélnek eltelt meg minden. Nagyon rossz a forgatókönyv. Egy vagy kettő év eltelt a két film között. Na. Nagyon rossz a forgatókönyv. Nem biztos, hogy mindent megbeszél a Mary és Peter. Lazy writing. Jó, akkor figyelj, most beszélünk arra, hogy 32-szer beszéltünk. Együttfőzés és táncolás. Meg smárolás Harryvel, úgyhogy még te elméletileg együtt vagy a Peterrel. Ezek rongyás csalják egymást. Hát a Peter hát, is ugye ja. A pókemberként a Gwen Stacy-nek hagyja, hogy és akkor ott pont abban a pózban, hogy ott egyszer tudtam azonosulni a Mary Jane-nel, hogy ki van akadva. Mert ez tényleg, ez az ő csókjuk volt. Jó, de akkor Bully Maguire volt, nem? Nem. Akkor még nem volt. Igen, ott amikor megkapja a város kulcsát. Ja. És akkor tudod, a feje lefelé és smárol vele, mint a Mary Jane. Az is az egónak, igen. De hogy érted, de hogy Bully Maguire, vagy Bully? Mi az? Kuku Maguire, az egyszerűen nem esik neki, hogy ez miért rossz a Mary Jane-nek, ez miért esik neki rosszul. Miközben abba a púzban, amiben vele smárolt először, a szívszereme, életeszereme, MJ örökön-örökké, vele veszett el a szüzességét, vele is akarja abba hagyni a szüzesség elvesztését, és így tényleg, és így megkérdez, de hát ez miért? Hát anyád, hát én is felálltam volna ott a áfrancia ja, de hát nem, mert annyira ott is ugye kapott egy kis hírnevet, ilyen kis fémet, ilyen kis egó, ahogy előjön, és hát nem bír ezzel mit csinálni. A Gwen Stacy tök cuki megkérdezett, hogy szabad, vagy biztos? A Gwen Stacy egyik legnormálisabb karakter, egészen kivágva azt, amikor ott kilóg az emeletből, meg ott a fotózás, abokban útvagáz ruhákban, de mondjuk az a kornak tegyük be, de hogy a nyomtatón... Jó, adjuk ezeket a dolgokat, de hogy így tényleg is, akkor miért gondolja ezt, hogy az MJ-nek ez majd jól fog esni? Nem, hát szerintem... Ez mekkora gecsel? Hatalmas ordas szemétláda, de hogy ezt szerintem azt akarták láttatni, meg előhozni, hogy van az a legendás Parker szerencse, vagyis hát inkább padlock, de hogy a képregényekben mindig ezt mondják, hogy Parker luck, tehát hogy ha valami jól alakul, akkor elcsesződik, elcseszi az élet, vagy elcseszi saját magának a Peter Parker, tehát neki nincs egy olyan pillanata, amikor minden klappol, vagy csak nagyon rövid ideig klappol minden, és szerintem ezt a nagyon magasról, nagyon mélyre zuhanást akarta láttatni a forgatókönyv, de rosszul lett megírva. Rossz eszközök kellett ez láttatva. És akkor táncol a Harryvel, amikor meg a Mary Jane smárol a Harryvel, és kőzöcskéznek. Hát, mert ott ugye... Krisztálnak. Ott ugye, és akkor van egy a Mary Jane lábára vágod.
annyira kínos. Nem, mert ott ugye már tehát azt akart átadni szerintem a forgatókönyv abban a jelenetben, hogy addigra már ugye rohadtul utálod a Peter Parkert, mert rohadtul összetört a Mary Jane-nek a szívét, és a forgatókönyv... Mary Jane-t is utálom végig. Nyilván, de hogy... Abban az egyszer, amikor Oké, de hogy a forgatókönyv az azt szeretné neked mondani, hogy most ezt a Mary Jane-nek szabad, mert a Peter Parker egy hatalmas hordas szemétláda volt Parasztó. Vele, és ezt most a Mary Jane-nek ez szabad. Nem tudom, melyik a kínosabb, a twistes jelenet, vagy egy másik film, a macskanőben, amikor kosaraznak. Ez megvan? Igen, igen. Amikor a Halle Berry popója így felmegy, és a kamera így megy, és akkor mennek ezek a sátok. Igen, meg igen. A twistes jelenet. Igen, igen. Nem igen. Tudom, hogy melyiknél nem vagyok rosszabbul. Én számban, hogy közel vannak egymáshoz. Talán a Catwoman, mert az kínos a film is. Ez nagyon kínos. De az úgy kínos, hogy nem viccesen kínos. Az nem, az nagyon-nagyon kínos. A macska karmolásoktól ennyi átalakul. Amikor benne, és így... Azt így nézed, hogy így még, nagyon jó. Mondhatok még? Még mondja, ja, nálad vannak a kérdések. Legjobb, a Harry Alfredja. Ja, Bernard. Bernard komornyékja. Eddig miért nem mondtál, hogy nem a Poe költe meg, hanem Norman Osborn? Mert nem emlékezett valószínűleg. Nem, ez demens. Jó, nem, ez demens a faszik. Nem, nem. Ott vannak három évig együtt egy házban. És így nem mondtál neki, hogy... És akkor én láttam el az apja sebeit. Igen. Mit látsz el azon a sebeken, amikor már meghalt valaki? Igen. Az akkor inkább mondtad, hogy én tisztítottam igen. A temetésre. Ő tüntette el a badit. A hullát. Nem tüntette el. Nem. Hát ott behozza a póki, és akkor látja meg a helyét. Jó szar poén. Valami nem lehetett. Igen, egyébként. Igen, bullshit. Ott oda megy, de olyan kínosan ment, mint amikor mi forgatunk, és megérkezik a Dr. Strange Balázs, ugye? Jaj, olyan kínosan érkezik meg az Alfredunk, Bernardunk, hogy így bejön, és így a deszkája ölte meg, én tisztítottam ki a sebét, és így dude, három év az életemből, és a legjobb barátom, és a legjobb barátnőm elvesztése. Egyébként, fun fact, a Pókember 3-ból is van egyébként egy másik vágat, Nemrég tudtam meg, ez számomra is rejtély volt. Editor's Cut, ez a neve. Uh-huh. Ugye a filmnek a vágója kicsit újra vágta a filmet, és ezt a jelenetet, amiről most beszéltél, hogy a Bernard mondja el, ezt lecserélték egy olyan jelenetre, hogy a James Franco, Harry Osborn néz egy képet, amin hárman vannak, vagy hárman, vagy ketten vannak a Peter, a Harry, és még talán ott van a Mary Jane is, egy régi iskolás kép, talán ballagós, már nincs meg a filmben, és nézi azt a képet, és akkor dönti el, hogy elmegy neki segíteni. Ezt most rátok bízom, és a nézőkre, hallgatóra bízom, hogy melyik jelenet működik jobban ebben a nem jól működő filmben, hogy most fura. Bernard mondta el, vagy a képnézések közben rájön. A képnézés most az milyen igen. Már érted? Igen, tehát hogy... Egyik sem. Szóval egyik már... sem működik. De ha a Bernardos verzióval megyünk, akkor gazdag emberek, akinek van komornyitjuk, mindig beszélgessetek velük, mert ilyen tikkok, meg ilyen dolgok elmaradnak, hogyha nem beszélgetsz a komornyikoddal. A végén a csata. Hogy ott a hírekben annyira túlzott, drámaian mondják. Ja. De ez a, vajon ez lesz Pókember utolsó harca? Igen. És így, megrázó képsorok. De így megy a TV2 izébe, és egy migráns. A legjobb példa. Igen. Meg a M1, meg a TV2. Minden ezek. Annyira drámaikus volt amúgy. Hogy lezárjam, és hogy nem maradhat ez el, hogy nem beszélgettünk a tánc jelenetről, meg az egész Bully Maguire-ről. Ugye Bully Maguire-ra nagyon sok, neked, igen, nagyon sok videó van róla, és mindenhova behelyettesíthető. Tudom kifejezetten ajánlani, ahol az Endgame-be szerepel Bully Maguire, van, ahol csirkeszárnyakat eszik 3 percen keresztül, Hot Ones, rengeteg helyen benne van Bully Maguire, tehát valaki ezt nagyon jól viszi tovább. És hát ugye ez a jelenet sor, tehát a tánc rész, azért ez mindenképp. A süti kérés, ugye, hogy hozd még abból egy picit. Igen. Az egy, kis beszél, egy kis tejet. A kanorzaktól beszél hozzá, és igen. Az, amikor bejön, hogy is van, bent van az irodában, ahol ugye fotós a Daily Buglénál, és akkor ott valahogy így a haját így. Ja, igen. Azt is imádom. De az akkor van, nem, mikor leoltja azért a... Ja nem, amikor beviszi a képeket. Kérlek, a képek vegyem fel fixbe. Igen, haj. Igen. Fizu. És hát a legeslegkínosabb, mert szerintem kínosabb a tánc résznél is, a másik tánc rész, amikor na most figyelj. Amikor ugye csípő, Mary Jane féltékenyi akarja tenni. Igen. Tehát hogy az adta, hogy ott pörög a zongorán, meg ott tud zongorázni. Hirtelen tud zongorázni.
nem mint az Andrew Garfield, aki egy év alatt megtanult. De egyébként, hogyha most ilyen nagyon Venom és Venom univerz, meg Sony univerz, meg minden, akkor ezek szerint a szimbionta az így felhúzza ezeket, mert a Venom 2-ben azért nem hiszem, hogy a Tom Hardy, vagyis hát ugye az Eddie Brock tudna rajzolni ilyen festményeket. Ja, nem igen, tudom igen. Csak akkor lehet, hogy... Annak, tudjuk, ó, tényleg, a Venom megmagyarázza. Ez egy jó magyarázat, igen, hogy felerősítette a látens tánc tudást. Meg az ongrát. Ez jó, ez tetszik. Nekem is tetszik. Ez jó. Úgyhogy jó. Mi kringe, amikor ott van a Daily Buglénál a csajszín, nem tudom a csajt. A Miss Brand. Aki a pénzt adja mindig. Betty Brand. És akkor tudjuk közel hozzá, és így. A flirt. A flirt. Majd én is le, téged is lefotózlak. Igen, én mikor fotózlak. És akkor amikor az asztalt foglalja a Jazz Club-ban, tudod? Igen. Na nem lesz asztalon, tudod, Gwen így kérdezi. Lesz majd egyetlen, és persze. Pénz. Vagy adja a csajnak a pénzt, és így. Egy asztalt szeretnénk szexi. Tudod, igen, és ott is így hozzámegy. Így az leesett. Ez ennyi van? Valami. Hogy oda megy, tényleg is így a feje, ez így közben is. Igen, és a csajim. Én meg itt. A reserve tárlat leveszi. És imádom, hogy amikor mutogat az utcán, akkor csak egy csaj van az, aki így. Igen, igen. Többi meg így. Szóval így, az egész zseniális. Az emos frizura az nem jön be, gyerekek. Tehát nem. Az nem működik. Nem tudom, hogy ott mi... A fotósok se akarjanak így csajozni, mert az se jön be. Igen, hogy a Sam Raimi, tudom, hogy volt producer hatás, meg stúdió hatás, de ott mi a fasz gondolt, hogy ez meg jó. Szerintem egyébként direkt csinálta. Igen, lehet, hogy ezzel bemutat. Most felrobbantam az agyatokat. Szerintem ez direkt csinálta. A front, az összes fasz, aki volt már. Ha direkt csinálta, akkor meg a Tobi miért nem volt olyan normális egyszer az életben, hogy ezt azt mondja, hogy Rémi, ez így nekem fura. Egy szem. Szerintem a Tobi Maguire ebben benne volt. Tehát ők ketten megcsinálták ezt az egészet. Kapja be a Sony. Kapjátok be, elbasztátok a pókember témánkat, mert most megmutatjuk. Nem akartak Venomot, csak szemben. Igen, annyira élvezi ezt a Bully Maguire-t, látszik rajta, hogy ez így nem olyan kínosan. Nem úgy semmi, mint egy Bradley Cooper a harmadik része másnaposokban, hogy már unja, hogy ott van. Látszik, hogy ez beadta apait, anyait, nem? Mindenesetre tényleg ez szerintem örökre itt marad velünk a Bully Maguire, és én örülök neki. Ennek örülök én is, hogy ez megszületett amúgy. És nagyon durva, hogy ilyen fasz a mindfuckokat tudtatok a végére benyomni, én semmit nem tudok. Nem is baj. Jó sok kérdésed van, és azt tud a legtöbbet, akinek sok kérdésed van. Ne félj kérdezni. Na, pár lezáró szót itt hozzáfűzök ez a tökéletes beszélgetéshez. Ez a Pókember trilógia elindította a szuperhős filmek új reneszánszát, ami ugye révbe ért 2019-ben az Endgame-mel, és most Pókember fronton is ugye decemberben révbe fog érni. Nagyon sok új effektes, régi új effektes, meg komputeres megoldás van ezekben a filmekben, hogy azóta is használnak. Vizuálisan egyébként, ugye, ahogy említettem, szerintem a harmadik rész néz ki a legjobban, az a legidőtállóbb, tehát a vizuális effektek ott a legidőtállóbbak, és mondjuk, jó, persze észreveszed, de hogyha nem akarod észrevenni, akkor nem veszed észre, azért mondjuk egy kettőbe, ott mondjuk a bluescreenezés nagyon sokszor észre lehet venni, a pókembernek a 3D-s modellnek a pókember ruhában a kék az nem stimmel, mert hogy ott ugye nem természetes a fény, meg máshogy esik rá, meg ugye full digitális, ott a kék az nagyon sokszor nem stimmel a ruháján. Mert nagyon látszik a stúdió környezet. Nagyon látszik a stúdió környezet, igen, még a szabadtéri jelenetek is ugye a stúdió környezetben, és erre most egyébként, hogy újra néztem például az első kettőt, nagyon sokszor rá cringe-eltem, hogy ez van, tényleg ilyen sok stúdiózás van benne. Lényegtelen, de hogy ettől függetlenül valamit azért letettek az asztalra ezek a filmek, kulturálisan szuperhős filmtörténetileg azért ezek releváns, és most ugye a mémkultúra, amiről ugye Marci sokat beszélt, ez még inkább kulturális mérföldkőnek tette ezeket a filmeket, főleg a harmadik részt, amiről majd biztos hosszabb, és már biztos születtek elemzések, és fognak is még, biztos vagyok benne, születni elemzések. Hát, igazából én csípem ezeket a filmeket, úgyhogy jobban és kimerem mondani jobban, mint az Andrew Garfield-os adaptációt, úgyhogy én továbbra is akár én szor a Viaszat 3 vagy a Viaszat 6
le fogja adni a vasárnap, vagy a Film Plus. Egyébként ők kevesebbszer és kicsit hiányolnak. A Film Plus mostanában MCU-t adja. Igen, a Film Plus az így próbál ilyen egy menő lenni, hogy már MCU-zó. A Viasat 3 és a Viasat 6 ugyanúgy játssza ezeket a filmeket, minden vasárnap megtekinthető este 8 és 9 között. Valamelyik epizódot látni fogjátok. Harry Pottereket nyomták. Igen. Mert most hosszú év után néztem tévét, és az a Viasat volt, és most Harry Pottert néztem. Igen. Szóval ott megtaláljátok szerintem, majd lementek a Harry Potterek újra, majd előveszik a Pókember 1-2-3-at, úgyhogy szerintem még mindig király. Nézzük szeretettel. Én annyit mondanék, hogy én is nagyon szeretem ezeket a filmeket. Félreértés ne essék, hogy így beláttam mindenkinek a szavába, meg ezekbe a problémákba, amik most már zavarnak, és szerintem akkoriban, és a háromnál már tudom, hogy már felfogtam, ott már voltam annyira észre, hogy kínos. De nagyon szeretem, szép emlék, gyerekkorom emléke, nosztalgikus, de annyiba örülök, hogy most újra néztem, hogy kicsit most lehet, hogy a Andrew Garfield féle pókember az nekem felértékelődött. Na, hát csak egyet érteni tudok azokkal, amik elhangzottak, tegyen is nagyon szeretem ezeket a filmeket. Harmadik részre még premier előtt jegyet is nyertem egy internetes nyereményjátékban, úgyhogy nagyon imádtam. Duna Plázában volt, még arra is emlékszem. Ekkor reklám! Úgyhogy a lényeg az, hogy most ugye ez egy több videóból álló sorozat lesz itt Pókember témakörben, lesz itt ugye Andrew Garfield-os filmekről kibeszélő, lesz itt No Way Home kibeszélő, lesz a Tom Holland, és ott abban szerintem a Tom Holland filmeket is kicsit összefoglaljuk, és mindezt az egész folyamot lezárjuk egy top listával, a élőszereplős, és ott már szerintem a top listában benne lesz a Into the Spider-Verse is, ugye, a Pokverzum mese, mert hát azért is az is tényleg egy mérföldkő, úgyhogy tartsatok velünk, és hallassátok ti is a hangotokat Pókember témakörben, mondjátok el a véleményeteket, ki a kedvenc pókemberetek, és dobjatok lájkot, hogyha tetszett a hosszúra nyúlt podcast méretű Toby Maguire Pókember kibeszélünk, és a következő videóig ne feledjetek el feliratkozni, hogy még idén elérhessük az 1000 feliratkozót, ez csak a nézőknek, releváns információ, nem a Spotify-osoknak, de hogy a lényeg az, hogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és Andrew Garfield-nál találkozunk. Sziasztok! Hello! Bye-bye!